Több mint 80 diákot vártak szerda délután a Hímerházba a zöldsuli programra. A gyerekek és tanáraik olyan előadásokat hallgathattak meg, ami segítő őket abban, hogy a mindennapokban környezettudatosabban élhessenek. A Gaja Egyesület a fenntarthatóságra nevelést tűzte ki célul. Szeretnénk a gyerekeknek olyan ismereteket nyújtani, amelyekkel a saját életvezetésükön tudnak változtatni. Ez a fogyasztás szüneti nap, ez gyakorlatilag az egyik legfontosabbhoz kapcsolódik, hiszen a legtöbb környezeti problémának az oka a túlfogyasztás valamilyen szinten. Vásárlásban, kőolajban, egyébben. Az eseményen Varga Gáborra, az Egyesület volt elnökére is emlékeztek, aki augusztus 7-én hunyt el, és a városban nagy szerepe volt a különböző környezetvédő és faültetési programok szervezésében. A konferencián Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere is részt vett, aki köszönetét fejezte ki megnyitó beszédében a Gaja Egyesületnek, hogy munkájukkal segítik környezettudatos életmódra nevelni a fehérvári gyermekeket. A mai rendezvény szerintem két okból is nagyon fontos. Egyrészt, hogy gyerekeket, fiatalokat egy kicsit az edukáció keretében lehet nevelni a környezetvédelem, klímavédelem kihívásaira, kérdéseire, arra, hogy egyáltalán ők maguk mit tudnak mondjuk a tudatosabb fogyasztás vonatkozásában tenni. Szerintem minden ilyen oktatási nevelési munka fontos. A fenntarthatósághoz pedig ezeknek a fiataloknak a mi generációnkhoz képest változó hozzáállása is szükséges majd. Az esemény a Gaja Egyesület állandó pártfogói, Székesfehérvár önkormányzata és az Arkonik támogatásával jöhetett létre.